Tudjuk azt, hogy a Föld területe véges, tehát mindent egyszerre nem tudunk elhelyezni, bár azt is tudjuk, hogy nagyon sokan ezt megpróbálják. Valószínű, hogy ezért van ugye káosz, mert több olyan dolog is felelhető ezen a bolygón, amire szerintem egyáltalán nincs szükség. Azt is tudjuk, ugye, hogy tömegtermelés van, tehát már szerencsétlen földet nagyon sok mindennel elárasztották. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a legfontosabb dolgunk, hogy azokat az elemeket ne jelenítsük meg, amelyekre nincs szükség, és csak olyan dolgokkal, eszközökkel dolgozzunk, amelyek ahhoz kellenek, hogy fejlődjünk. Én azt gondolom, hogy az ember főként a fejlődés érdekében érkezett eme földnevű bolygóra, azért, hogy például humánumban magasabb szinteket érjünk el, bár azt is tudom, hogy a mai ember számára ez a fajta feladat nem annyira népszerű. Hát a legtöbben inkább ugye szerezni és birtokolni szeretnek. Hát igen, nagyon sok mindent kisajátítottak már itt a földön sajnos, aminek én sem örülök igazán, és hát látjuk azt, hogy nagyon sokan felnépnek ugye az ellen, hogy itt mindent birtokba vegyenek, Hát az is igaz, hogy most már majdnem ugye 8 milliárd ember van ezen a Föld nevű bolygón, és mind a 8 milliárd embernek van valamiféle elképzelése, vágya, akarata, amit itt szeretne megvalósítani. Na most nagyon fontos, amiről beszélek, ez nem más, mint a kép a képalkotás, hiszen mi úgy élünk itt a Földön, hogy van ugye fizikális testünk, de a gondolatiságunkkal, a szellemiségünkkel különféle képeket alkotunk, amelyeket aztán szépen besűrítünk, és ezek lesznek 3D-s formátumú, mondjuk úgy, hogy valóság elemek, bár én azt gondolom, hogy már maga az elképzelés is, ez hát ennek felel meg, sőt ez az első momentum, hát ugye erről már sokat beszéltem. Na most a mai adásnak az a címe, hogy Helyfoglalás Matrixban szerintem ez egy nagyon érdekes cím, néhány nappal ezelőtt találtam ki, és hát most ezt megpróbálom levezetni, főleg akkor, hogyha a szomszéd teremben zajló zene nem fog annyira zavarni, amire most nem számítottam, de annyi baj legyen. Tehát a mai adásnak az a címe, hogy helyfoglalás Mátrixban. Mátrixban. Ugye tudjuk azt, hogy az emberek előszeretettel foglalnak le különféle helyeket, épületeket, akár szállásokat, az, az is lehet igazából, hogy az egész életünk ilyen helyfoglalással zajlik, hiszen tudjuk azt, hogy mindenkinek laknia kell valahol, és uh, különféle munkahelyekre bejárni, vagy beszélhetünk akár például a parkoló helyekről is, hogy azért is, vagy azokért is mekkora harc megy olykor. Na most igen, tehát ez a helyfoglalás, ez egy nagyon uh, fontos uh, momentum az emberi életében. Azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy egy olyan címet kellene adni ennek a mai adásnak, hogy foglalás. hiszen igen, tehát tudjuk azt, hogy a népek annak idején, és hát ugye most is, mindig vándoroltak és keresték ugye a helyüket ezen a földnevű bolygón, és hát elég komoly vándorlások zajlottak már eme földnövű bolygón, hiszen voltak olyan akár népek, amelyek egyik kontinensről a másikra vándoroltak, és nagyon sokszor kicserélődtek már ezek az elemek, mondjuk így. Tehát nagyon sokféle változás volt, és van a mai napig a földnövű bolygón. Hát tudjuk azt, hogy ma is egy ilyen áradat él, illetve hát néhány éve már ez ugye elindult, de ami a legfontosabb ebben a történetben, hogy mindenki keresi a helyét, ugye? Hogy hol kell élni, hol tudunk különféle feladatokat teljesíteni. Szóval, igen, mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy az ember egész életében különféle helyeket foglal el, hiszen most is mindenki él egy-egy lakásban, hát jó esetben, szerencsére, ugye? Fent tudunk tartani. Egy-egy lakást, ahol élegélünk, bár az is igaz, hogy nagyon sokszor váltogathatjuk az élőhelyünket. Én például az elmúlt 20 év alatt tízszer költöztem, különböző városokban éltem és élek, amit én egyáltalán nem bántam meg, mert rengeteg tapasztalattal rendelkeztem, rendelkezem, és nagyon színes, változatos volt így az eddigi utam. Én amúgy sem tudok egy helyben megmaradni. És azt is tudjuk, hogy vannak olyanok, akik nagyon sokat utaznak, akár egyik kontinensről a másikra. Ismerek olyanokat, akik tényleg szinte, akár heti szinten <laughs> utaznak távoli helyekre, tehát mondjuk azt, hogy ők nagyon mobilak, ugye? Tehát igen, fontos beszélni a mobilitásról, hogy ki mennyire mobil. Hát én most már kevésbé, régebben sokkal mobilabb voltam. Nagyon imádtam utazni, jönni, menni. Én is több országban jártam, és ahogy mondtam, nagyon sok városban éltem, éldegélek. Az más kérdés, hogy most már annyira nem szeretek sem utazni, sem vándorolni. Jobban szerettem a nyugalmat. Én azt gondolom, hogy egy idő után az ember nyugalomra vágyik, és mondjuk azt, hogy arra, hogy valamilyen formán letegyük a lantot, vagy hát sokkal kevesebbet kelljen vándorolni, jönni, menni. Én azt gondolom, hogy egy idő után ez a keresés állapot lehet, hogy megszűnik, és az ember valamilyen szempontból megállapodik, egy helyen, vagy ha máshogyan nem, akkor legalábbis belül, a saját személyiségünkön belül, lényegiségünkben, és már nem leszünk annyira kereső lények. Igen, mondhatnám azt is, hogy ez, a, ez az állandó keresés egyfajta ziláltságot is ad az ember számára. De én azt gondolom, hogy erre is nagyon nagy szükség van, hogy valóban az ember kereső és kutató lény legyen. Ahogyan mondtam, én is nagyon sok helyen fordultam meg, de egyáltalán nem bántam ezt meg, mert mert, mert ahogy én mondtam, nagyon-nagyon sok tapasztalattal rendelkezhetünk így, amelyeket fel lehet használni a földi létezés során. Na most jó kérdés az, ugye, hogy miért adtam ezt a címet, hogy helyfoglalás matrixban, hiszen eddig arról beszéltem, hogy a földön fizikális viszonylatban hogyan kell bizonyos helyeket elfoglalni, hát azt tudjuk, hogy hogyan kell egyik lakásból átköltözni a másikba. Egyébként én már ilyen profi költöző vagyok, Akár egyedül is lebonyolítok már egy ilyen költözést, mert elég nagy gyakorlatom van benne. Tehát igen, azt valamilyen szempontból tudjuk, hogy fizikálisan hogyan kell különféle helyeket foglalni, és beszélhetünk itt a különféle szállások lefoglalásáról is. Hát annak idején én is fiatalon, vagy fiatalabb koromban, már olyan húsz évesen elkezdtem ezt a dolgot. És hát ugye többször jártunk nyaralni különféle apartmanokba ide-oda, és már én olyan 19-20 évesen, már elkezdtem úgymond azt gyakorolni, hogy hogyan kell lefoglalni különféle szállásokat, hogyan kell utána nézni annak, hogy tulajdonképpen az ember hova is megy. Hát voltak bonyodalmak, szerencsére nem sok helyen, de azért bele lehet olyan helyekbe, állapotokba futni, amelyek nem azt adják, amit előtte, ugye, megmutatnak, vagy amit megbeszélünk. Igen, tehát mondhatjuk azt, hogy ehhez is kell egyfajta gyakorlat, és lehet, hogy most mondom ki a legfontosabb szót, hogy ahhoz, hogy az ember itt helyet tudjon foglalni, nagyon nagy gyakorlatra van szükség, hiszen tudjuk azt, hogy Hát nem mindenkinek van gyakorlata abban, hogy hogyan kell például különféle szállásokat lefoglalni, vagy hogyan kell mondjuk kibérelni egy albérletet, hogyan kell különféle szerződéseket megkötni, hogy mire kell figyelni. És hát, ahogyan mondtam, azért az is egy bonyolultabb művelet, hogy hogyan kell megszervezni mondjuk különféle költöztetéseket, tehát ahogy mondtam, a gyakorlatra nagyon nagy szükség van, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon felkészültnek kell ahhoz lenni, hogy az ember a Földön helyet tudjon foglalni. De most beszéltünk arról is, hogy milyen az, amikor egyik országból a másikba át kell költözni, esetleg egyik kontinensről a másikra, Hát azért én azt gondolom, hogy ehhez is nagyon nagy felkészültség kell, de nem csak fizikálisan, hogy ezt hogyan oldjuk meg, hanem lelkileg is. Tehát igen, nagyon fontos, amiről most beszélek, hogy lelkileg is, hát fel kell készülni ezekre a változásokra, ugye nem mindenki szereti a változásokat, vannak akik egy pontban úgymond leragadnak, és ott élik le az egész életüket, és lehet, hogy ők még a szomszéd lépcsőházba sem nagyon mernének átköltözni, mert annyira ragaszkodnak, ugye, a megszokásokhoz. Viszont én azt látom, hogy a mai világ egyáltalán nem erről szól, hiszen tudjuk azt, hogy amit mondtam, hogy nagyon nagy áradat van, az emberek vándorolnak, és hát én azt látom, hogy a személyes életünkben is ugyanez van. Nagyon sokan élnek ugye albérletben Magyarországon, szerintem sokkal többen, mint ahány embernek van saját lakása, lakhatása, miért, hát tudjuk, hogy miért, mert abszolút ellehetetlenítették ezt a helyzetet. Úgyhogy igen, én is tudok olyanokat, akik fiatal koruk ellenére már nagyon-nagyon sok helyen laktak, és lehet, hogy akár évente, két évente, néhány évente kell újabb és újabb lakásokat bérelni, átköltözni egy másik városba a munkahelyek miatt. Tehát mondhatjuk azt, hogy ma már nem igazán van állandóság. De szerintem ez az egész földre igaz globálisan, ezért írtam azt, hogy nagyon nagy a káosz, a kuszaság. Nagyon sokan ziláltak, nagyon sokan fáradtak, pontosan azért, mert nem találunk nyugalomra, illetve nagyon sok ember nem talál nyugalomra, és ezért ugye állandóan megy a keresés, a kutatás, és akár beszélhetünk az ingázásról is. Persze tudom azt, hogy régen is voltak ingázók, egyébként mi szociológiából sokat tanultunk ezekről az állapotokról, hogy magyar, például Magyarországon ez a fajta jelenség a különféle korszakokban, időszakokban hogyan mutatkoztak meg, tehát ideírjuk az ingázást is, ugye, amikor a munkahelyünk teljesen máshol van, mint ahol a lakatásunk. hát annak idején én is sokat ingáztam, és volt olyan, hogy napi szinten négy-öt órát utaztam. <laughs> Azért, hogy eljussak a munkahelyemre, ott teljesítsek, aztán visszautazzak, és igazából nekem volt olyan is, hogy mondjuk Budapesten nagyon sok helyen dolgoztam, több, több kerületet kellett mindig bejárni, de ahogy én mondtam, akkor én nagyon mobil voltam, imádtam utazni, imádtam nagyon-nagyon sok területet bejárni. Rengetegszer jártam egyébként egyedül, nagyon-nagyon jól eligazodtam egy idő után. Tehát igen, elkezdtem gyakorolni azt, hogy hogyan kell például Budapesten egyedül tájékozódni, és egyik kerületből a másikba átjutni, és időpontra odaérni a különféle helyekre. Hát én ezt évekig csináltam, úgyhogy igazából mondhatom azt, hogy hát én már annyira szerintem nem vesznék el. Az más kérdés, hogy külföldön ez sokkal nehezebb, de hát gyerekkoromban viszont rengeteget jártunk külföldön és én már egészen kicsi korban hozzá lettem ahhoz szoktatva, hogy külföldön, különböző országokban hogyan kell lenni, élni, létezni. Az más kérdés, hogy most ugye sokkal nehezebb a helyzet, sajnos. Nagyon megnehezítik az emberek dolgát, szerintem. Bár ahogyan mondtam, ugye ezt lelkileg sem könnyű feldolgozni, hiszen nem mindenki önszántából hagyja el azt a helyet, ahol eddig élt. És hát tudjuk azt, hogy vannak olyan területek, ahol nagyon-nagyon sok ember csoportosul, és olyan területek is, ahol sokkal kevesebben. Én szoktam nézni azt, hogy a különféle területeken, országokban, államokban mekkora a népsűrűség, és hát tudjuk azt, hogy például Indiában nagyon-nagyon sokan vannak, míg vannak olyan államok, ahol sokkal-sokkal kevesebben. Tehát igen, tudjuk azt, amit mondtam az elején, hogy vannak olyan területek, ahol iszonyatosan nagyon a népsűrűség, és persze vannak akár egészen lakatlan területek is. Tehát igen, ezért nem mindegy az, hogy maga ez a helyfoglalás, vagy honfoglalás hogyan és hol zajlik. Egyébként szerintem azt is érdemes lenne vizsgálni, hogy az ember miért pont oda született, ahova, Beszélhetünk itt különféle karmikus tartozásokról, arról, hogy milyen feladatunk van. Hát mi most jelenleg ugye még, illetve hát igen, mondjuk ezt, hogy Magyarországon foglalunk helyet, bár ahogyan mondtam, én is több országban voltam már, akár hetekig és voltak olyan helyek, amelyeket valamilyen szempontból az otthonomnak éreztem. Például én gyerekkoromban, hat évesen, majdnem egy hónapot töltöttem el Bulgáriában, ezt most ide leírjuk, a Fekete-tenger partján, tehát mi a tengerparton éltünk konkrétan, és ahogy reggel kitettem a lábam, már szaladtam a tengerbe úszni, hat, hat évesen. Tehát úgy éltünk, mint a paradicsomban, magyarul. Tehát én akkor ezt a közeget nagyon a sajátoménak éreztem. Abszolút egy ilyen nomád élet volt, imádtam. Ezt a nomád életet tényleg olyan volt, mintha az Édenben éltünk volna. És én ezt a helyet éreztem nagyon, a magaménak, vagy mondjuk úgy, hogy ezt az állapotot, mert lehet, hogy máshol is. Ezt az állapotot meg lehet teremteni, nem csak ott, de én már mondjuk, ahogyan mondtam, én hat évesen átéltem ezt. Na most mondhatjuk azt, hogy azért Magyarországon is nagyon-nagyon sok csodálatos hely van. Én a Balaton partján érzem nagyon otthon magam, több kedvenc városom van, a Balaton partján is éltem, és nagyon-nagyon sokszor jártam arra, körbe is, tehát én igazából az északi partomban majdnem mindegyik településen voltam, jártam többször is, rengeteget fotóztunk, úgyhogy én nagyon, hát mondhatom azt, hogy azért jól ismerem az ottani településeket. Tehát igen, nagyon fontos arról beszélni, hogy ki mivel érzi magát, ugye, analógnak, milyen helyekkel, területekkel. Hát én például a Balaton felvidékel abszolút analógnak érzem saját magamat, és ami hozzám nagyon-nagyon közel áll, lélekben tihany. Tehát tihany valamiért nekem a szívem csücske, és volt egy olyan időszak, hogy tényleg szinte minden évben, vagy majdnem minden évben ellátogattunk oda, és akár heteket, napokat is eltöltöttünk ott és azon a környéken. Úgyhogy igen, mondhatjuk azt, hogy az ember valamilyen szempontból lehet, hogy folyamatosan vándorol, de nem biztos, hogy csak fizikálisan, hanem lelkileg is. Na most térjünk rá, röpke majdnem 20 perc után arra, hogy miért is választottam ezt a címet, hogy helyfoglalás Mátrixban. Azt tudjuk, hogy fizikálisan hogyan kell felépíteni egy épületet, vagy legalábbis van róla valamilyen sejtésünk. Az jó kérdés, hogy azt tudjuk-e, hogy mindezt hogyan kell megtenni szellemiségben. A szellemi képalkotásról már több rajzós előadást is készítettem, és arról is beszéltem, hogy hogyan kell a Mátrixban különféle képeket, elgondolásokat elhelyezni. Na most szerintem nagyon érdekes történet az, amit a lapcsere, fogok, a lapcsere után fogok folytatni, hogy hogy vajon a Mátrixban mennyi hely van, mert azt ugye tudjuk, és ezzel kezdtem az egész előadást, hogy a Föld területe véges. Tehát igen, mivel ez egy fizikai, úgymond, élőhely terület, majdnem azt mondtam, hogy objektum, de akár beszéltünk róla így is. Na most a Föld területe véges, ez azt jelenti, hogy azért mindent, vagy végtelen mennyiségű dolgot nem tudunk ide elhelyezni, viszont az nagyon jó kérdés, hogy vajon a Matrixra is igaz ez, és akkor most fogok új oldalt váltani. Tudjuk azt, hogy a matrix, mint olyan, hát legalábbis az én elgondolásom szerint, képpontokból tevődik össze, és ami eme területen, szellemi síkon megfogalmazódik, az fog fizikális, 3D-s mi voltá sűrűsödni. Na most ahhoz, hogy mi különféle elgondolásokat hozzunk létre, ahhoz ezt ugye meg kell alkot, alkotni szellemi síkon, szellemi berkekben, ami mindenképpen egy magasabb szinten van. Tehát sokkal magasabb szinten van, mint ugye az anyagi sík. Az anyagi sík az alacsonyabb szinten van, itt viszont magasabb síkokról kell beszélni. Na most akár be is rajzolhatjuk ezeket az úgymond képpontokat, és arról is beszélhetünk, hogy lehet, hogy a kezdetek kezdetén még ez a sík terület, vagy ez a szféra üres. És a képpontok is, mondjuk azt, ugye, hogy igazából nem tartalmaznak semmit, csak akkor, hogyha valamiféle elgondolás érkezik. Na most, hogyha én elképzelek valamit, akkor képeket fogok alkotni, ugye? színekre, pontosan, tehát a színek szerepe fontos, a forma megléte. de most, hogyha én létrehozok egy képet, elgondolok egy képet, egyelőre még beszélünk arról, hogy szellemi elgondolással, akkor ez a kép valahol itt meg fog jelenni. Én ezt úgy szoktam ábrázolni, mindjárt megpróbálom lerajzolni, ja, csak kamerán keresztül nagyon nehéz rajzolni, hogy amikor elképzelek egy almát, akkor még csak ö, sziluettet fogok látni, ugye? hát ez a szára akar lenni, ez a levele, jó, tehát oké, okay. itt van egy alma. Amikor elképzelem ezt az almát, akkor ez az alma, úgymond még csak sziluettként jelenik, meg idérjük, hogy alma, oké. Okay. De már maga a kép az megvan, ugye? Tehát mondhatjuk azt, hogy ez is valóság, vagy ez az elsődleges valóság, ide írjuk, hogy sziluett. Igen. Jó. És arról is beszélhetünk, hogy ha már sziluettként megjelenik, megfogalmazódik valami, mert elgondoltuk, akkor az tulajdonképpen a mátrixban nevezzük így, megjelenik, ugye? Tehát valahova el kell ezt helyezni. Tehát, hogyha én valamit elgondolok, akkor azt valahova én elhelyezem. A mátrixba helyezem el, és tulajdonképpen ezeket a képpontokat fogom nem is besűríteni, hanem lefoglalni, mondjuk így. Tehát, hogyha én elképzelek egy almát, akkor azt valahol ide fogom elhelyezni a mátrixba, de ez még egyelőre csak sziluettként van. Tehát magyarán a szellemi elképzelésnek is kell hely. Amikor még csak elgondolok valamit. Na most tudjuk azt, hogy utána, a saját energiánkkal fogjuk besűríteni ezt a képet, mert ez még csak egy kép, az almának a képe, egy magasabb szinten, amit ugye mi alkotunk meg, na most ez le fog jönni, és be fog sűrűsödni. Tehát besűrűsödik magyarán, és fizikum már fog alakulni. Tehát meg fog jelenni, meg fog jelenni, a, a fizikális alma, amit ugye előbb lerajzoltam. Oké, okay, tehát itt van a fizikális alma, mondjuk ez, hogy ez a 3D változata. Tehát ez az alma még csak a, a sziluett, maga a kép de én azt gondolom, hogy ez magasabb síkon van, és valószínű, hogy itt több dimenzió fogalmazódik meg, azért nincs fizikumba, tehát ez magasabb rezgés, szinten megnyilvánuló alma, vagyis kép, és ez az egész, mondjuk úgy, hogy így visszaesik, besűrűsödik 3D-be, és így lesz anyagi, fizikális változat, tú alma. Tehát mindennek, ami anyag, annak megvan az elsődleges képe, Mondjuk úgy, hogy a másolata, de a másolata szerintem már ez. Tehát ez az eredeti, mindig a kép, mindig a sziluett. Mondjuk úgy, hogy amit a mátrixban létrehozunk és megalkotunk, és a másolat az a fizikum, a fizikális megvalósulás. <laughs> Tehát mi tulajdonképpen másoljuk a szellemi elképzeléseket, és ezeket hozzuk ide. Hozzuk ide, hát sűrítjük be, fizikális mi voltál. Na most, ahhoz, hogy bármi megjelenjen a Földön, amit mondtam, szellemi elképzelésre van szükség. Ha van 8 milliárd ember, jó, persze most beszéltünk arról, hogy a mondjuk a csecsemők még nem valószínű, hogy szellemi elgondolással alkotnak fizikális uh, mi volt ott, bár ez is egy jó kérdés, lehet, hogy már ők is. Persze, nyilván mindenki. Tehát, ha van 8 milliárd ember, akkor mindenki alkot hát nem csak egy képet, hanem életünk során szerintem több millió képet alkotunk, de az is lehet, hogy több milliárdot. Na most azt szorozzuk meg 8 milliárddal, hát az rengeteg, nem tudom, hogy mennyi, nagyon sok. Tehát mondhatjuk azt, hogy végtelen mennyiségű számú kép elképzelés születik meg, ezeket mind el kell helyezni valahova. És akkor beszéltünk arról, igen, hogy valószínű, hát sőt, biztos, hogy ezt mind úgy mond a mátrixba helyezzük el. Vagyis a szellemi, szellemi síkokon. És jó kérdés az, hogy minden besűrűsödik-e anyagba, hogy minden lejön -e a földre, hát szerintem nem minden, de rengeteg minden igen. És így alakul, át, így alakul ki a fizikális, a 3D-s itteni létezés. Na most, hogyha arról beszélünk, hogy igen, a Földön, Vég, vagy igen, véges a, a, tehát a terület, maga a terület. Viszont az jó kérdés, hogy a Matrixban, hát ott szerintem ott, ott, egy végtelen, végtelen térről kell beszélni, nem? Itt pedig egy véges térről. Na most, hogyha itt nagyon-nagyon sok minden fogalmazódik, meg rengeteg kép, akkor az valószínű, hogy nem fog ide elférni mind. Tehát Ö, igen, nagyon nem mindegy, hogy az ember milyen képalkotásokkal van jelen. Egyrészt, másrészt mindenkinek van sorsa, vállalása. Na most ezek a sorok ugyanúgy képekből állnak, mint amiről az eddig beszéltem. Tehát minden embernek megvan az életútja. Ha most 80 évig fogunk élni, akkor 80 év alatt minden egyes kép megvan. Hogy nekünk majd itt milyen feladatokat kell teljesíteni, hol fogunk élni, kikkel, stb. stb. Ezek lenyomatként úgy hát vagy mondjuk azt, hogy a Mátrixban megvannak, vagy a szellemi szinteken, az is lehet, hogy az önvalónkban tárolódik, sőt, biztos, de, de szerintem az is a Mátrixban van. Tehát igen, itt arról kell beszélni, hogy ezek képpontok, sziluettek, amelyek még nem sűrűsödtek be. Na most, tehát 80 év alatt rengeteg képet fogunk például alkotni, és eddig is nagyon sok képet alkotunk, de ezeket is el kellett helyezni valahol a szellemi szinteken, a mátrixban, és ez az, amit mondtam, hogy tök jó kérdés az, hogy a mátrixban például mennyi hely van hogy mindenki el tudja ott helyezni a gondolatait, és ezeket a kinyilatkoztatásokat, hogy mi az, ami feltétlenül megmarad. Azt is tudjuk, hogyha valamit elképzelünk, akkor az lenyomatként megmarad és várakozik, addig, amíg nem tudjuk lehozni a földre, fizikális szintekre. Tehát rengeteg olyan kép van, eme szellemi síkon, ami még nem sűrűsödött be, de már képként megvan, tehát ezek tárolódnak. Tárolódnak fontos ez, hogy tárolódnak ezek a képek. Na most eme szintben nagyon-nagyon sok kép tárolódhat, amelyeket szépen fokozatosan hívunk le, és jelenítünk meg 3D-s mi voltban. Tehát ezért nagyon jó kérdés, hogy például a Mátrixban hogyan kell helyet foglalni, hogy én el tudjam ott helyezni ezeket a képeket. Hogy minden képet el tudok helyezni, vagy vannak olyanok, amelyeket ez a rendszer kilök, vagy megsemmisít. Mert azt is tudjuk, hogy ha valamit elhelyezünk, akkor az le fog csapódni 3D-s valósággal, mondjuk így, vagy fizikummal fog sűrűsödni. Na most, hogyha a Földön nincs annyi hely, akkor nyilván, hogy válogatni kell, hogy mi az, ami itt besűrűsödjön és létrejöjjön. Egyrészt, másrészt pedig nem lehet az, hogy minden egyszerre sűrűsödik be. Na most, hogyha van 8 milliárd ember, és mind a 8 milliárd ember Gondolata egyszerre sűrűsödne be, hát ahhoz lehet, hogy tíz Föld nevű bolygó sem lenne elég. Tehát, tehát ami nagyon fontos ebben a történetben az elosztás. Elosztás. Hogy ezeket a képeket, vagy mondjuk úgy, hogy ezeket az energiákat szépen elosszuk. Erre való, úgymond, az idő. Ugye, hát ezt tudjuk. Az idő arra való, hogy mindent elosszunk, és azt is mondhatnám, hogy a korszakok is, korszakok is arra valóak, hogy mindent elosszunk itt a Földön, és minden olyan dolgot láthatóvá tegyünk, amire szükség van. Persze mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy nagyon sok olyan dolog igen, is besűrűsödik, amire nincs szükség. Jó kérdés, hogy ez kidönti el. Én szerintem van valamiféle kontroll. Kell, hogy legyen. Bár ugye azt látjuk, hogy nagyon sok hibás kód van a Földön, és nagyon sok olyan esemény, amire mondhatjuk azt, hogy ezekre nem lenne szükség, hiszen például beszélünk a háborúkról, hogy a háborúknak az elképzelése, elgondolása miért sűrűsödik be, miért van az, hogy megvalósulnak fizikumban, miért nem valósul meg mondjuk a totális béke, miért nem azt alkotjuk meg a Mátrixban, és azt szilárdítjuk meg a Földön. Persze tudom azt, hogy nagyon sokan ezt szeretnék, én is, de ugye itt vannak az ellenerők, Szerintem ez azért van, ugye, mert polaritás van a Földön, ergo a negatív erők is megjelennek. Mert ha csak pozitív erők, energiák lennének, akkor valószínű, hogy például háborúk nem is működtek volna soha a Földön, mert eleve ilyen képalkotással nem is élne az ember. Ha én egész életemben csak olyan képeket fogalmazok meg, amelyek a nyugalomról, a békéről, a harmóniáról szólnak, akkor a fizikális Létezésemben sem teremtem meg ezt, de viszont nagyon sok negatív erő gyűrűzött be a Földre, sajnos, és mivel ezek energiák, ezért be fognak sűrűsödni. És ott lesznek, és fizikális uh, mi voltban is megvalósulnak. Hát igen, ezért kellene szerintem a globális képalkotást totálisan lecserélni, és azt, hogy a negatív elemek ne sűrűsödjenek be. Tehát magyarán mit kell megváltoztatni? Ezeket a képeket, a képalkotást, a mátrixot. Mert ha a minta, vagy beszéltünk róla úgy is, hogy minta, igen, ez egy jobb szó. Tehát, hogyha a mintát megváltoztatom, akkor megváltozik a fizikális létezés is. Jó kérdés, hogy a mi gondolatiságunk, elképzelésünk, és akár az egész életünk eme mintában, vagy mátrixban hol foglal helyet? Hogy mikor foglaltuk le ezt a helyet? Hát biztos, hogy még a születésünk előtt. Ugye? Különben a fizikális születés, testetöltés létre sem jött volna. Tehát én úgy gondolom, hogy lehet, hogy a köztes állapotokban kell úgymond lefoglalni ezeket a helyeket, de az is lehet, hogy a jó Isten foglalja lesz számunkra, mármint a mintában, a mátrixban, ott megalkotjuk ezt a történetet, majd megszületünk, és lehívjuk ezeket a gondolatokat, és szépen megvalósítjuk fizikális szinteken. Fú, ez egy nagyon jó kis történet szerintem. Igen, csodálatos. Úgyhogy ezt még valószínű, hogy fogom folytatni. Tehát beszéljünk arról, hogy vannak ugye a köztes állapotok. Pont tegnap készítettem erről egy újabb előadást. Tehát van a köztes állapot amikor ugye nem vagyunk testben. Tehát van maga a születés, van maga a hal áll, hoppá, kimaradt egy jelbetű, hal áll, igen, közte, itt van a fizikális mi volt, de tudjuk azt, hogy a születés előtt és a hal áll után van a köztes állapot, az azt jelenti, hogy itt ugye test nélkül, forma nélkül létezünk, itt pedig testben. Oké? Okay. Tehát oké, okay, megszületünk, mondjuk azt, igen, nulla évesen, például, bár szerintem az előző kilenc hónapot is ide kellene számolni, úgyhogy az emberek nem nulla évesen születnek meg, hanem majdnem egy évesen. Tehát szerintem mindenki plusz egy évvel idősebb, hiszen a kilenc hónap alatt is már éldegéltünk. Az más kérdés, hogy máshol foglaltunk helyet, de attól még léteztünk. Úgyhogy igen, szerintem mindenki plusz egy évvel, majdnem egy évvel, vagy hát minimum kilenc hónappal nyilván, nyolc-kilenc hónappal idősebb, mert én ezeket a, vagy hát ezt az időszakot is ide számolom. Tehát oké, okay, megszületünk, amikor megszületünk, hát ezt tudjuk, és elkezdjük a fizikális itt létünket testben. Éldegélünk, mondjuk élünk 80 évig, 80 évig, Jön, a halálnak nevezett állapot, jön, igen. Tehát megvalósul. Ezt a testet letesszük, itt ugye fölvesszük a testet. Mondjuk azt, hogy belebújjunk e a -e testbe. Testben szolgálatot teljesítünk, itt lerakjuk ezt a testet, jön a köztes állapot. A köztös állapotokban nincs forma, mert ez egy szellemi szintet. Itt forma nélküliség van, forma nélküliség van. Viszont itt is létezünk, itt is uh, vagyunk szellemi szinteken, mondjuk azt, hogy itt a Mátrixban foglalunk helyet. Na most ahhoz, hogy a fizikális testetöltésünk és az itteni utunk létrejöjjön, előtte meg kell tervezni ezt az egész itteni kaminót. Mert különben ez az egész létre sem jön. Na most ahhoz, hogy Megtervezzük, képeket kell generálni, alkotni. Szó szóval szerint, hát úgy, mint egy képregényt. Igen, az életünk az tényleg olyan itt, mint egy kép. Kép. Regény, ezt most szándékosan írom így külön, azért, mert ennek a szónak is jelentősége van, és ennek is. A regény szónak, Igen. Tudják ezt az írók, ugye? Hát én is rengeteget írok. <laughs> Igen. De egyébként én képregényeket is készítettem gyerekkoromban. Hát az itteni fizikális vállalásomat írtam és rajzoltam le, úgymond előre. Na most, ahhoz, hogy megszülesünk és ez az egész itteni létezésünk létrejöjjön, ahogyan mondtam, képeket kell alkotni, írni. Ezek a mátrixban, vagy eme mintában fognak tárolódni, egészen addig, amíg testet nem öltünk. Igazából végig eme mintában vannak ezek a képek, és ahogy mondtam, ezeket a képeket hívjuk le, tehát mindenkinek van egy ilyen személyes mintája, ami a szellemi szint, és mi ezeket a képeket hívjuk le folyamatosan, és valósítjuk meg 3D-ben. És ez lesz az itteni fizikális utunk, életutunk. Ezek a képek, mint képek, tárolódnak, és azt is mondhatnám, hogy várakoznak, hogy mi ezeket lehívjuk, és megvalósítsuk fizikális műoldba. De ahhoz, hogy ezeket a mintákat, képeket mi tárolni tudjuk, ehhez is kell hely. Hol kell hely? Hát szerintem a Mátrixban kell, hogy legyen a hely. Mindenképpen. Tehát mondhatom azt, hogy akkor a Mátrixban is helyet kell nekünk foglalni, bár az lehet, hogy egy végtelen tér, ugye, amit mondtam, de ahhoz, hogy ezeket a képeket elhelyezzük, most így fogom rajzolni, ahhoz is kell valamiféle hely. És hogy én itt ezeket megalkossam. És hogy tárolni tudjam. Amíg le nem jövök, úgymond, és ezeket a képeket be nem sűrítem, és át nem élem. Tehát igen, az átélés, az pont erről szól, hogy amíg besűrítem ezeket a képeket, átélem ezeket a helyzeteket, utána viszont ezek a képek fizikálisan megszűnnek, de itt tovább tárolódnak egy magasabb szellemi szinten. Tehát a képek megmaradnak, a múlt képe is megmaradnak, de ugyanúgy a jövő képe is itt tárolódnak. Csak a fizikális, a 3 d megvalósulás az, ami eltűnik. Ami már eltűnt, arra mondjuk, hogy múlt, ami még nem sűrűsödött be, arra mondjuk, hogy jövő. Hát a jelen meg mindig az, amit éppen sűrítünk. Tehát a jelen az nem más, mint amit most éppen sűrít, sűrít az ember, az emberiség. Egyénileg és globálisan. Tehát van egy átfogó rendszer, amiben rengeteg szellemi kép, elképzelés tárolódik és valósul meg, és itt is alkotjuk meg ezeket, magasabb szinteken, de itt is úgymond helyet kell találni, aztán majd ezeket, ezeket szépen lehozzuk, úgymond besűrítjük a Földre, de tudjuk azt, hogy a Földnek a területe véges ezért. Hát nem minden fog megvalósulni, csak az, amire szükség van a fejlődésünk érdekében. Hát szerintem ez egy nagyon érdekes történet, majd mindjárt átgondolom, hogy még mit tudnék hozzá tenni, és akkor lehet, hogy majd még lapot fogok váltani. Bár lehet, hogy igazából annyira már, már nem tudok mit hozzátenni, mert, 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 mert nagyjából szerintem kiemelítettem ezt a történetet. Igen, én azt gondolom, hogy a Matrixnak a vizsgálata lenne nagyon fontos, hogy mit tartalmaz. Nem mindegy, hogy a Matrixban mi van mert, mert, mert az fog megnyilvánulni fizikálisan. Igen, ami nagyon fontos, ugye az idő, hogy ahhoz, hogy ezeket a szellemi képeket, elképzeléseket besűrítsük 3D-be, hogy ezt így lehozzuk, alsóbb szintekre kell az idő. Én azt gondolom, hogy az idő az főként a sűrítéshez kell, és ahhoz, hogy mindent szépen elosszunk, ugye, elosszunk, <gül> <gül> igen, jó, elosszunk, ugye, fizikálisan. Mert amit mondtam, hogyha mindent egyszerre akarnánk besűríteni a Föld nevű bolygóra, akkor nyilván, ó, milyen szép lett, igen, tehát akkor, akkor, hát egyrészt nem is lenne hely mindennek egyszerre. Én azt gondolom, hogy a különféle sűrítések, és az, hogy mindent úgymond elosztott az emberiség, ez jelenti a különféle korszakokat. Tehát a korszakok, a különféle korszakok a Földön, a különféle sűrítéseknek és az elgondolásoknak adott teret, vagy igazából, hát ez ezt jelenti, hogy az akkori adott emberek mit gondoltak el, mit képzeltek el együttesen, abból jött létre egy korszak, majd jött a következő ö, csoport, generáció, azok is elgondoltak valamit, de már ők valószínű, hogy más gondoltak el, abból lett egy másik korszak. Hát tudjuk azt, hogy nagyon sokféle korszak volt, de ez az egyéni életünkben is ugyanígy van. Hát nagyon sokféle korszakon vagyunk már túl, nem igaz? Hiszen mondjuk gyerekkorunkban teljesen más képeket elevenítettünk meg, mint mondjuk most és közben is. Tehát az emberi élet, egyéni élet kapcsán is nagyon sokféle korszak van, nagyon sokféle sűrítés, változat, de ezek a képek mind ebben a mintában tárolódnak. És a mintában is helyet kellett nekünk úgymond szerezni, vagy kapni, ahhoz, hogy aztán ezeket le tudjuk ide hívni, jó kérdés az, hogy mindenki vajon helyet kap a Mátrixban? Mert lehet, hogy vannak olyan lelkek, és hát én tanultam arról, hogy nagyon sokan várakoznak arra, hogy a Földre leszülethessenek. Hát mondjuk, igen, nem tudják, hogy mire vállalkoznak, de oké. Okay. Mert, mert valószínűleg azért, mert át akarják élni ezeket, a, ezeket az elgondolásokat, mint a képeket. De nem tudom, hogy mindenki esélyt kap-e arra, hogy, hogy eme mintában, gondolatiságban helyet foglaljon, és hogy elhelyezze ott ezeket a képeket. Ez egy nagyon jó kérdés szerintem. Nem tudom, hogy ilyen kérdést valaha feltette már valaki, de én elég sok olyan kérdést teszek föl szerintem, amelyek, amelyek szerintem egyediek, és nem tudom, hogy hányan gondolkodtak már erről. Milyen jó a kezemnek az árnyéka. <laughs> Igen. Tehát, hogy igen, ez, ez egy nagyon jó kérdés szerintem, hogy a matrix, vagy ez a mintakép egyrészt, hogy végese, szerintem nem, hogy mennyi képet lehet itt elhelyezni. Igen, az is jó kérdés, hogy mondjuk ez a szellemi matrix, vagy a globális matrix. A globális mátrix, vagy beszélhetünk az egyetemesről is, ne csak a Föld nevű bolygóról. Oké. Okay. Hány pixeles például? Milyen a, felbont, milyen a felbontás az egyetemes mátrixnak? Hú, de jó kérdés. Na, vajon milyen? És hogy ott milyen lenyomatok tárolódnak? És hogy minden le besűrűsödik? Szerintem nem. És minden a földre fog besűrűsödni? Szerintem nem. Tehát lehet, hogy ezért van ennyi bolygó. Ez is érdekes most, amit mondok. Lehet, hogy azért van ilyen sok bolygó a nagy egyetemességben, vagy univerzumban, mert el kell osztani ezt a rengeteg elgondolást. Ez az, amit mondtam. Hogyha minden egyszerre sűrűsödne most be, mind a 8 milliárd ember vállalása egyszerre, ahhoz nem lenne elég egy bolygó, ahhoz kellene még minimum szerintem tíz bolygó, minimum tíz. Hogy a, a fizikális megvalósulásnak legyen hely. helye. Na most ö, tudjuk azt, hogy milyen sok bolygó létezik az univerzumban, rengeteg. És ahogyan mondtam, lehet, hogy pontosan azért, hogy mindent el lehessen osztani. Tehát szerintem nem csak a Földön van, hát tudjuk, nem csak a Földön van ilyen megnyilvánulás, és nem valószínű, hogy csak a Földre sűrítenek be elgondolásokat, szellemi képeket, hát tudjuk azt, hogy nem csak az emberi lény, mint olyan létezik, nagyon-nagyon sokféle más megnyilvánulási forma van, és lehet, hogy ők más bolygókra sűrítenek. Más bolygókra hívják le ezeket a képeket. Az sem biztos, hogy mindenhol ennyire sűrű az anyagnak a szerkezete. Szerintem nem. Tehát valószínű, hogy vannak olyan helyek, ahol, ahol lehet, hogy csak sziluettek vannak, és nem ennyire kontrasztos az anyagi világ, mint olyan, mint mondjuk a Földön. Hát lehet, hogy a Földet ezért is hívják így, mert, mert, mert egy nagyon anyagbaragadt állapotról kell beszélni, és helyről. Tehát itt nagyon nagy az anyagba ragadság, itt nagyon csak az anyag az úr. De én azt gondolom, hogy magasabb szellemi szinteken és berkekben ez már nem igaz. Na most, hogyha valaki egy ilyen magasabb szinten alkot meg egy ilyen képet, akkor ő nem fogja ennyire nagyon erősen besűríteni ezt a képet, és ilyen nehéz vaskos fizikumot létrehozni, tehát valószínű, igen, tehát a Földön is megnyilvánulhatnak ilyen lazább szerkezetek, de én azt gondolom, hogy más bolygókon is megnyilvánulnak ilyen szerkezetek, vagy más dimenziókban. Beszéljünk a magasabb dimenziókról, a sokdimenziós rendszerekről, és ne csak arról, hogy mondjuk a Földön 3D-ben, vagy 4D-ben, vagy Max 5D-ben mi valósul meg, mert itt beszélni kell mondjuk a 25 dimenzióról is, hiszen az is van. Tehát, hogy ott mi valósul meg. Hát fizikum szerintem ott már nagyon nincsen. Na most a Föld eddig ugye 3D-s változatban volt, vagy mondjuk az, hogy 4D. Na most igen. Most, hogyha 5D-s rendszer lesz itt, akkor az anyagnak a szerkezete már nem lesz ennyire sűrű. És akkor már olyan dolgokat, igen, igen, olyan dolgokat is meg lehet jeleníteni, amelyeket lehet, hogy eddig nem, most ez, ez is egy nagyon jó dolog, amit mondok. Másrészt sokkal gyorsabban fog a manifestálódás, meg a manifestálás is maga létrejönni. De hát ezt már, erről már beszéltem, és én ezt érzem. Tehát gyorsabb, minden gyorsabban fog, úgymond, besűrűsödni a Földre, de, de gyorsabban is fognak ezek eltűnni. És ugye ezek a dolgok folyamatosan cserélődnek, változnak, váltakoznak. Hát ezért van szamszára a Földön, hiszen az emberek is folyamatosan változnak, váltakoznak. Hát nincs olyan ember itt a Földön, aki mondjuk megszületett az ókorban, és még mindig él. Hát lehet, hogy él csak más testben, de az is ennek a változásnak a része, hogy mi mindig újra és újra jövünk, csak mindig más, hogyan nyilvánulunk meg. Hú! Hát nem gondoltam volna, hogy még ennyire tudom folytatni, de lehet, hogy még egy még-még-még fogom mindjárt egy pici szünet után. Nagyon sok olyan dolog van, ami még nincs kinyilatkoztatva a Földön. Lehet, hogy pontosan azért, mert még ugye úgymond alantasabb szintek működtek, és lehet, hogy ennek az egész itteni létezésnek a, a szerkezete nem állt még készen arra, hogy olyan dolgokat itt megjelenítsünk, amelyet ez, maga ez a szerkezet, vagy összetettség elbír. Ez nagyon érdekes most, amit mondok, mert beszéltünk arról, hogyha már 5 d változat lesz, vagy akár magasabb szinteket érünk el, akkor szerintem itt a különféle folyamatok is teljesen át fognak alakulni. Ugye beszélnek arról sokan, és én is beszélek arról, hogy például az öregedés, mint olyan, az meg fog szűnni. De lehet, hogy ez is azért van, mert egy magasabb dimenzióból vagy síkokról hozzuk már le ezeket a gondolatokat, ahol anyagmentesség van, tehát minél magasabb szintekre emelkedünk, rezgés szintben, annál kevésbé lesz hangsúlyosabb és dominánsabb az anyag, és akkor viszont az anyagnak a múlása is, ugye? És valószínű, hogyha elérünk egy olyan szintet, akkor tényleg ez az öregedés, mint olyan, az megáll, tehát, vagy eltűnik. Tehát a testi a testi folyamatok, és egyáltalán a formák is át fognak alakulni, ha a magasabb szinteket érünk el, mert a magasabb szintű úgymond mátrixban, elképzelésben, elgondolásban, mintában már ez van. Tehát ez nem, én azt mondanám, hogy ez nem is a jövő, mert ez már most is létezik, hanem ez egy magasabb síkon megvalósuló mintakép. Tehát a magasabb síkokon, vagy magasabb tudatállapotban megvalósuló mintákban például már nincs szó mondjuk öregedésről, elmúlásról, haláról, betegségekről, csak az alacsonyabb szinteken. Ezért nem mindegy, hogy honnan merítjük ezeket a képeket. És persze beszélhetünk a szenvedésről is, minél magasabb szintekre emelkedünk, annál kevésbé lesz szükségünk a szenvedésre, és annál inkább lehet megvalósítani ezeket a szenvedésmentes közegeket. Tehát a mi célunk ugye a fejlődés, hogy egyénileg is magasabb szinteket érjünk el, mert ha én már innen merítek, akkor nem hozok le annyi nehézséget és akadályt, mintha mondjuk még csak innen. Mert itt ez a, ez a, rész még tele van blokkkal, akadálya, rengeteg mindennel, de ahogy emelem a rezgés szintemet, és kerülök közelebb, hát igen, ahhoz a mint a képhez, elgondoláshoz, ami mondjuk már az isteni minőséghez közel van, itt a feltétel nélkül szeretet fogalmazódik meg, ahol csak pozitív rezgés van, magas szinten, magas hercen, ugye? Most beszéltünk arról, hogy a szeretet 528 hercen rezeg, míg mondjuk a gyűlölet, az most pontosan nem tudom mennyi, de mondjuk 20 herc, vagy 50 herc, nem tudom pontosan. Nagyon alacsonyan. Tehát mondjuk úgy, hogy a szeretet ennek a tízszerese az energiája. Mondjuk a gyűlöletnek, vagy a félelemnek, vagy a, a haragnak, mindennek, ami negatív. Na most, hogyha fölemelem ezt az egészet ide, mondjuk a szeretet mintaképébe, ahol csak pozitív energia van, akkor már a fizikum is teljesen más lesz. Akkor abban már nem fog megfogalmazódni a negatív elem. Tehát igen. Hát ezért mondtam, hogy nem mindegy, hogy a Mátrix maga milyen. A képalkotás milyen. Minél magasabb a rezgés szintem, minél közelebb kerülök ehhez az állapothoz, annál kevésbé gyártok magamnak blokkokat, nehézségeket, szenvedést. És akkor így lehet eljutni a szenvedésmentes, és ezt nem írom le, mert hosszú, csak így, a szenvedésmentes állapotig. De a Föld is tulajdonképpen egy ilyen, állapot felé igyekszik, hiszen emelkedik a bolygónak a rezgés szintje. Na most, hogyha a bolygó rezgés szintje 528 Hz lenne, pff, hát akkor itt kánaán volna. De mivel alacsonyan van a szint, 7,83 volt, és most tartunk olyan 100 Hz-nél, körülbelül nem tudom pontosan, lehet, hogy még nincs annyi, de lehet, hogy már megugortuk, nem tudom, nem néztem, akkor már, hát igen, már valamivel egy kicsit jobb helyzetben vagyunk, de még, hát, még mindig kell változtatni. És folyamatosan át kell alakítani a mintaképet, hogy más fizikum sűrűsödjön be. De az is fontos, hogy aminek itt kell lennie, az valósuljon meg a Földön tükörként. Mert ezek tükrök. Tehát mi folyamatosan tükröket gyártunk. Minden ember. Mondhatnám azt is, hogy minden embernek az a foglalkozása, hogy tükröket készít, amelyek lehet, hogy szellemi tükrök, de ugyanúgy szembesítenek és elég élesek tudnak lenni, mivel az élet, mint olyan, a fizikai létezés megnyilvánult. És ezek a tükrök megmutatják azt, hogy mi most milyen szinten tartunk, hol tartunk. És hogy a, a mi mátrixunkban, vagy elgondolásunkban, mintaképünkben mi van. De azt is megmutatja, hogy globálisan mi van. Azt is megmutatja, hogy egyet, egyetemes szinten mi van. Hát nagyon sokféle kinyilatkoztatás lehet emelsíkban, vagy igen, ezen a területen. A szellemi szintekben. Nagyon-nagyon sokféle kinyilatkoztatás van. És ahogyan mondtam, nem valószínű, hogy minden a földre fog lecsapódni. Szerintem máshova is, nagyon sok más helyre is lecsapódnak. Sőt, az is lehet, hogy vannak olyanok, amelyek útközben elvesznek. Mert mondjuk lehet, hogy 25 déről nem tudunk, apá, rosszul írtam. Lehet, hogy 25 déről én nem tudok mindent lehozni 3 dére. Mert útközben szétesik ez az egész. Hát hogy hozom le? Hogy, hogy, hát, hogy alacsonyítom le ennyire? De viszont fölvinni se lehet szerintem annyi mindent, mert itt is, tehát útközben itt ez az egész akár el is veszhet. De itt az a lényeg, hogy ezeket az értékeket közelebb hozzuk egymáshoz. És az is fontos, hogy a Föld mint olyan elbírja ezt a sok kivetítést, hiszen rengeteg kivetítés van. Hogy hol van hely ennek a sok kivetítésnek? És hogy a mátrixban ezek hol foglalnak helyet, ezek az elgondolások. Mindenki megkapja ezt. Hát akik itt vannak, most fizikális szinten, és itt voltak, ők igen, meg azok is, akik még itt lesznek, de lehet, hogy van rengeteg olyan lélek, vagy olyan elgondolás, ami nem tud megvalósulni, és nem is tudtak soha. Vagy később várakozni kell. Vannak olyan úgymond lelkek, akiknek várakozni kell ahhoz, hogy testet öltsenek, és nem tudnak abban az időpontban lejönni, ami az eredeti terv. Mert itt vizsgálni kell a különféle korszakokat, a helyzeteket, nagyon-nagyon sokféle dolgot, az egész itteni létezésnek az összetettségét, hogy mi hogyan valósul meg, és ahhoz képest, ahhoz mérten ö, Történnek meg ezek a fizikális testetöltések és besűrítések. Hát az sem véletlen, hogy most ebben a korszakban foglalunk helyet, hát jönni kellett. Nyilván. És persze vannak olyanok, akik ebben a ebbe, ebbe korszakban nem jöttek újra és nem öltöttek testet. Mert Nekik lehet, hogy most ne, nincs tanulni valójuk ebben a korszakban, lehet, hogy majd húsz év múlva fognak jönni, mert nekik majd akkor kell besűrűsödniük és testet ölteniük. De igazából szerintem ez mindenre igaz, minden egyes mintaképre és elgondolásra. Hát azt gondolom, hogy ez a mai adásnak a fő lényege, hogy szépen el kell osztani ezeket az elgondolásokat, és a Földön ezeket is szintén el kell osztani fizikálisan, is térben és időben, tehát minden nem fog egyszerre besűrűsödni, de jó kérdés, hogy szellemi szinteken a mintaképben mindennek van-e helye, vagy vannak olyan elgondolások, amelyek ott sincsenek lenyomatként meg, mert elvesznek, mert megsemmisülnek, és lehet, hogy rengeteg-rengeteg ilyen elgondolás megsemmisült, nyilván nem véletlenül, én azt gondolom, hogy itt van egyfajta ilyen isteni akarat, hogy mi az, ami lenyomatként, mint a képként létrejöhet, és mi az, ami ebből besűrűsödhet, és a Földön nyilvánvalóvá válhat. És persze, ahogyan mondtam, beszélni kell a többi dimenzióról, a többi élőhelyről, területről, hogy ott mik nyilvánulnak meg. A Föld az egy nagyon sűrű állapot. Itt nagyon sok anyagi behatás van, de ha emelkedik a bolygó rezgés, szintje már pedig emelkedik, és átlépünk az öddébe, valószínű, hogy nem lesz ennyi anyagi behatás, és lehet, hogy ott már tényleg csak azok sűríthetnek így, akik közel vannak az isteni mintaképhez. Hát ezért dolgozunk, ezért fejlődünk, ezért menetelünk, ezért tanulunk, hogy közel kerüljünk ehhez. És profi képalkotókká váljunk, és tényleg olyan dolgokat valósítsunk meg itt a Földön, amelyek szeretetteljesek jók, igazak. Na most, hogyha sok olyan ember, lény marad itt a Földön, akik ilyenek, akkor lehet kialakítani a kánaáni területet, vagy helyzetet, állapotot. Ha nagyon sok negatív behatás van, akkor mindig ekkora káosz lesz a Földön. Hát ezt ugye nem szeretnénk. Tehát, ahogy mondtam, az elgondolást kell megváltoztatni, a mátrixot, mert minden onnan válik valóra, ha mást sűrítek be, ha más gondolok el, akkor nyilván, hogy sokkal ö, értékesebb alkotásokat tudok itt létrehozni. Hát igen, ez, mondhatnám azt is, hogy majdnem olyan, mint ö, amikor egy szobrász mondjuk leül, és elkezdi gyúrni a kis plastikáját, hogy hát az, alapanyag, az, az alapanyagból sok mindent létrehozhatok, ugye? Az alapanyagból én gyúrhatok mondjuk egy angyali formát is, ugye, ami szépséget ad és megnyugtat, de létrehozhatok belőle valami ördögi formátumot is. Hát ez a nem mindegy. Hát nekünk szerintem mindig az angyali pozitív oldalt kell választani. Magyarán, hát. Rajtunk múlik, hogy ebből az anyagból mit formálunk. Rajtunk múlik, hogy a mintában, a mátrixban milyen képeket ültetünk el, mire gondolunk, hogy, hogy milyen elgondolással, elgondolással vagyunk az itteni világ létezése kapcsán. Ha mindig a szeretet és a pozitív erők beszélnek belőlünk, és ezeket áramoltatjuk, akkor meg tudjuk teremteni az édeni állapotot, az édeni állapotot, ugye? De ehhez magasabb rezgés kell elérni, folyamatosan tanulni, fejlődni, hogy a negatív energiákat hátra tudjuk hagyni. Mind egyénileg, mind globálisan. Hát ez egy nagyon fontos feladat, nyilván, és az is fontos, hogy a szeretetnek mindig legyen helye a mátrixban, de én azt gondolom, hogy ott van. Csak nekünk ezeket az energiákat kell megmozgatni. Hát ennyi. Jó sokat beszéltem ma is, egy órát. És ja igen, és ez volt a 679. adás. Ez azt jelenti, hogy legközelebb lesz a 680. és meg sem állunk 700-ig. Ez tuti biztos.